napokban végeztem egy embert, 4x4 méteres nejlonképpel, transzparens, hogy minden két oldalról a tematikája tulajdonképpen ez a világ, ahol most lotyogunk, tehát az a csodálatos kék víz, ami ha van, és kék, és ezt a nejlon a maga ragyogásával megvadított, nekifogtam, és hát alul meg egy drámaibb, enyhén kátrányos felület, halbőrre, dökhalak. Na most megszületett ez a barom nagy meló, és most ott tartok, hogy ugyan a Magyar Festészet Napjának a hívó szava a hal, ami az én életemet ugye hát végig átjárja is, már szinte el lehetett leníti, megcsinálom, és most a kiírásban az van, hogy egyszer egy méternél nagyobbat ne adjon be, mert hát ugye vagyunk sokan, demokrácia van, Magyar Festészet Napja, én egész tavasszal, nyáron dolgoztam, és most a legnagyobb bajban vagyok, mert a társaim elől veszem el a légteret. Most már csak egy reményem van, hogy elrongyolok a bálnába, és megnézem, hogy nem lehetne a közlekedő térbe, ott felül. A légynek nem árt, ha már csináltam lógatni. És szerintem egy nagyon jó munka. Na hát ilyenek nyomasztanak két naplementek közt. Hát így néz ki a hely. Igen. Jártam én itt. Az egy szerencsés dolog lenne, hogyha nem kéne falfelületet elfoglaljon, mert annak szűkében leszünk. Persze, azért alkotoztam és azért szeretném, hogy olyan helyet találjunk, ahol nem vesszük el. Tehát én most csak rábökök, hogy akárhol ott a végén, előtte egy, amennyire a közlekedés megengedi, egy ilyen hely, az volna jó, persze, ha nem lenne benne csak üvegfelület, és nem lenne háromszög, négy, pedig ilyen, hát sajnos oldalon. Ilyen nincs. Arról mondj még, hogy azt miért szeretted meg, vagy akkor én mondjam? Ne, először én elmondom, aztán először te mondom. Először javíts ki, hogyha nem jól mondom. Jó. Tehát azt kell tudni róla, hogy sokszor alkalmazza a képpárokban való kifejezésmódot és ábrázolásmódot, és hát ez a tömény feketeség, ez egy baromi nagy geg tulajdonképpen. Ha közelebb megyünk, ugye lehet látni, hogy mind a kettőnek a hordozója, az alapanyaga a szurok. Itt, hát azt hiszem, hogy ezt nem kell ecsetelni, ez egy tanknak a lánctalpának a lenyomata. A képpárnak a címén most elárulom, hogy Szénatér 56, és Köki 2002. Igen. Teljesen mindegy. Ugyanis, hogyha közel megyünk, a szurokat meg lehet látni a mindent beborító és a világunkat behálózó műanyagot, annak is a legundorítóbb fajtáját, a pukkantós fóliát. Szóval csak egy mondatot. Tehát ez egy geg, ez egy... jutottunk valamire? Mit szerettünk volna elérni? Hát valószínű nem ezt szerettük volna elérni. De tulajdonképpen, tulajdonképpen ugyanott tartunk. Most csitted meg ez a bizonyos köki, ahol hát itt tulajdonképpen ez az ottani mocskos gumiszőnyeg rajta, a sörös kupakok, és az a kis fény, az a kis optimizmus, hogy ott, ahogy kiért az ember annak idején. Úgyhogy igen, van egy ilyen párhuzam, ahol kis időkülönbséggel. Tehát 70 éves. És ő mögötted van egy meglehetősen jelentős és nagy életmű. Hatalmas képekkel, nagy munkákkal, sorozatművekkel, amely tulajdonképpen átfog 50 évet, 5 évtizedet. Nem vágysz egy életmű kiállításra? Életmű kiállításra? Persze, hát jó volna. Minden festő erre vágyik.
Inkább most már fölmerül mindig, hogy meghal a művész, a gyerekei meg úgy vannak vele, hogy itt vannak a papu munkáját, kabint építsünk belőle, vagy micsodát. Szóval ez már az özvegyek panasza, ugye? A hagyaték kérdése, ez is megér egy misét, hogy nem áldoz rá az állam egy büdös katonai hangárt, ahol mondjuk épp nem, nincs patkány és nem penészednek meg, hogy hát ha bejön valamelyik. Hát vesznek el képek, a rokonság elherdálja, nem tudja tárolni, és akkor hihetetlen kérdés ez is. Sorba-sorba.